Híradónkat látják, köszöntöm nézőinket! A 83-as főút Győr-Pápa közti szakaszának felújítását a térség legnagyobb fejlesztéseként tartják számon. Az útrekonstrukció megvalósításához az érintett településeken rendezési tervmódosítások is szükségesek, ehhez azonban a lakosság véleményét és észrevételeit is ki kell kérni. Ezért tegnap Pápán a Városházán lakossági fórumot tartott Mezei László városi főépítész. Többek között tervezés és rendezési tervmódosítás is szükséges ahhoz, hogy a beruházás megvalósulhasson, hangsúlyozta Mezei László. Mindenki tudja, hogy kiemelt állami beruházás kapcsán döntött a kormány arról, hogy Győr és Pápa között kétszer kétsávos közúti kapcsolatot fognak létesíteni, ami elsődlegesen a repülőtéri bázis megközelítését szolgálja, de alapjában mi érdekünk és célunk az, hogy sokkal többet kapjon Pápa ebből a projektből. A tervek azok elkészültek, útépítés tervek engedélyt is kaptak már, ami azt jelenti, hogy Győr és Pápa között színbeli kereszteződés nélkül kétszer két sávon el lehet jutni Pápáig, és hát annyira eredményesek voltak a tárgyalások, hogyha a beruházás megvalósul, akkor a Vasari útig fogunk eljutni egy vasúti műtárgy beépítésével. A 83-as út rekonstrukciójához szükséges rendezési tervmódosítás kapcsán a lakosság véleményét is ki kell kérni, hangsúlyozta a város főépítésze. Akinek véleménye, észrevétele van a rendezési terv ide vonatkozó módosításával kapcsolatban, az megteheti most a fórumon, vagy 8 napon belül a Városházára polgármester úrnak címzett levélbe. Tehát magyarán arról szól a dolog, hogy a rendezési tervet a változásokhoz kell igazítani. Ahogy említettem, a Csornai út bekötése az új nyomvonal miatt olyan területeket veszünk igénybe, amik jelenleg a rendezési tervbe nincsenek szabályozva, és ahhoz, hogy a útépítés engedélye, valamint a kisajátítási eljárások tudjanak működni, ezért szükséges annak a jogi hátterét biztosítani, hogy a rendezési tervet kell készíteni erre a területre. És a rendezési tervnek van egy törvényes egyeztetési eljárása, ami a nyilvánosságot egyértelműen biztosítja. Ez Pápán úgy működik, hogy mindenféle hirdetményeket teszünk közé, és lakossági fórumot tartunk, és hát bízunk abba, hogy páran el is jönnek, és tudunk nekik választ adni a kérdéseikre. Mivel a 83-as főút rekonstrukciója kiemelt állami beruházás, ezért a rendezési terv módosítása rendkívül gyorsan megtörténik. Napokon belül az állami főépítész elé kerül a kidolgozott tervdokumentáció, és március 8-áig a testületnek is jóvá kell hagynia a tervmódosításokat, tudtuk meg Mezei Lászlótól. Véleményezték a rendelettervezeteket, és beszámolókat hallgattak meg tegnap és ma a Pápához tartozó települések testületei. Tapolcafő, Kéttornyulak és Borsos-Győr képviselőtestületének tagjai üléseik végén elfogadták a 2018. évi munkatervet, és beszámolókat hallgattak meg a sportegyesületek előző esztendejéről. Elfogadta 2018. évi munkatervét, és véleményezte a holnapi városi képviselőtestületi ülésre előkészített rendelettervezeteket a Tapolcafői Városrészi Önkormányzat. A négy anyagot elolvasta és egyhangulag megszavazásra javasolta Pápaváros képviselőtestületének a négy tagú Tapolcafői testület. A mi véleményezzük ezeket az ülés, és a egyéb napi rendi pontok között mindig el szokjuk mondani a véleményük róla. Ebben már szerepel a mi igényünk, ami a közösségnek az igénye, tehát fejlesztések, beruházások, amik érintik a település részt. A Tapolca főiek a vegyes ügyek között tárgyalták a helyi kertbarátkör kezdeményezését, hogy emlékművet állítsanak a forrástanösvényen Kömeti Györgynek. De szóba került a szerves és az elektromos hulladék elszállítása, valamint útépítési fejlesztések is. Az útépítési fejlesztésekben szerepel egy körforrom, egy gyalogátkelőhely, szerepel benne a kultúrház működésének a finanszírozása, ahol a részökonnál is támogatjuk helyi egyesületeket, valamint szerepelnek olyan munkák, amik más sorok vannak előírva, például a Városgondosság felütött a falumúzat, aminek folytatódik a munkája, meg fenntartási tételek, amik esetleg ilyen árok, út és egyéb javítások, közvilágítás fejlesztése. Kéttornyulakon és Borsos-Győrön szintén véleményeztek, munkatervet fogadtak el, és költségvetési beszámolót hallgattak meg a Sportegyesület tavalyi esztendejéről. A számlákat január 31-ig le kell adni minden egyesületnek. Most Borsos-Győrön is, Kéttornyulakon is megtörtént, a titkárság átnézte először a számlát, tehát az előírásnak megfelelően gazdálkodtak, és így elfogadjuk a költségvetésnek az beszámolóját. A városrészi testületi ülésen beszéltek a településben 2018-ban tervezett fejlesztésekről is.
jelző rendszeri koordinációs értekezletet szervezett az ESZI Család és Gyermekjóléti Központja. A programot tegnap tartották a Városháza tárgyalótermében. A rendezvényen a család és gyermekjóléti szervezetek szakemberei mellett többek között óvodák és iskolák pedagógusai, védőnők, polgármesterek, egészségügyi intézmények, a gyámhivatal és a rendőrség képviselői vettek részt. Új programja a Pápai Család és Gyermekjóléti Központnak a jelzőrendszeri koordinációs értekezlet, melyet nem véletlen szerveztek meg, mondta el a központ vezetője. A jelzőrendszer nagyon nagy változáson ment keresztül az utóbbi két évben. Kezdődött ez tulajdonképpen a gyermekvédelmi rendszer átszervezésével, ami 2016. január 1-től kezdődött meg, majd akkor kétszintűvé is vált a jelzőrendszer, tehát nem csak a helyi szint, hanem már a járási szintnek a koordinálása is megkezdődött, majd 2017. január 1-től pedig a megyei, illetve az országos szint is megkezdte a működést, tehát tulajdonképpen az egész jelzőrendszernek a megújítása megkezdődött. A jelzőrendszer tagjai között ott szerepelnek az óvodák, az iskolák, a védőnők, a házi orvosok, de a jelzéstevők között megtalálható a rendőrség, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatók, az önkormányzatok, sőt még a lakosság köréből is nagy arányban érkeznek jelzések a család és gyermekjóléti központokhoz, tudtuk meg a tanácskozáson. Fontos a jelzőrendszer megújítása annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjanak segíteni a krízis helyzetben lévő gyermekeken, illetve felnőtteken vagy időseken. Az elmúlt években országos szinten jelentkező problémák sürgették a rendszer megváltoztatását, emelte ki Salamon Judit. A működés hiányosságaira nagyon sok olyan esemény mutatott rá, ami következtében gyermekek vesztették az életüket az elmúlt években, és feltétlenül szükség volt ezekre a változtatásokra. Nagyon nehéz dolgunk van tulajdonképpen a koordinációs munkában, mert különböző ágazatokat kell összefogni. Mindenkinek a saját munkája az, ami a legfontosabb, és elég nehéz ebbe belecsempészni, úgymond egy kívülről érkező feladatot. Úgyhogy tulajdonképpen az értekezletünknek célja az is, hogy ezeket a változásokat ismertessük, és kicsit próbáljuk ösztönözni a jelzőrendszert a jelzések megtételére. A rendezvényen kiderült, az elmúlt évben a pápai járás területén többek között indokolatlan iskolai hiányzások, magatartási és higiénés problémák, elhanyagolási, életvitelbeli, drog, alkohol és egészségügyi problémák, szociális válsághelyzet, gyermekbántalmazás, lakhatási és anyagi krízishelyzet, gyermekfelügyeleti problémák esetén volt szükség a jelzőrendszer működtetésére. A programon szó esett a rendszer működését biztosító feladatkörökről és protokollokról. Salamon Judit előadása a jelzőrendszer jelenéről és dilemmáiról szólt. A tanácskozás interaktív véleménycserével, beszélgetéssel zárult. Megyei mese és prózamondó versenyt rendezett a Vajda Márta Általános Iskola a tanulásban akadályozott gyerekek számára. A megmérettetésre pápa mellett Ajkáról és Várpalotáról érkeztek diákok, akik két korcsoportban, alsós és felsős kategóriában versenyeztek. Minden diák oklevélben részesült a versenyt követően, az első három helyezett pedig könyvjutalmat is kapott. Az Ajkai Molnár Gábor Általános Iskola, a Várpalotai Bartos Sándor és a Pápai Vajda Márta Általános Iskola 10 diákja versengett a mai megyei mese és prózamondó versenyen, melyet itt Pápán rendeztek. A Vajda Márta iskolában már évtizedes hagyománya van a versenynek, a környező intézményekből is szívesen jönnek a diákok a megmérettetésre. Idén Pápát négy tanuló képviselte a mesemondón. Én egy Móra Ferences, ami parkunkról, a Pokról fog szólni. Nekem egy tolvajról fog szólni. Pente Anita és Nagy Zsófia elmondta, tanáraik azt tanácsolták, hogy ne izguljanak és élvezzék a versenyt. A lányok sokat gyakoroltak, Anita, Móra Ferenc, a mi pókunk, Zsófi pedig a Körtemag című népmesét adta elő. Kötelezően megtanulandó próza és mese nem volt. A tanárok, a felkészítő pedagógusok a gyerekekkel közösen választották ki, amelyet itt előadnak. A tanárnénik felajánlottak mesét, illetve prózát a gyerekeknek, és amelyik a legjobban passzolt a személyiségükhöz, annál
a műnél maradtak, és azt tanulták, hát iskola idő, illetve tanítási idő után. Az alsós és felsős kategóriában zajló versenyen minden diák kapott oklevelet, a két korcsoport első három helyezettje pedig könyvjutalomban is részesült. Az alsósok közt a várpalotai Kovács Mátyás, a felsősöknél pedig a pápai Pente Anita bizonyult a legjobbnak. A maihoz hasonló igazi téli idő várható holnap is, részletek az időjárás előrejelzésben. Csütörtökön eleinte sokfelé, majd egyre inkább a Dunától keletre várható csapadék. A Dunántúlon és a hegyekben főként hó, máshol eső, havas eső formájában. Késő délutántól nyugaton már megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A Dunántúlon feltámad az északnyugati szél. Hajnalban -1, +4, napközben 0-7 fokra készülhetünk. Kedves nézőink, ezek voltak ma esti híreink. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!